Több jelentős verseny után ismét egy kiemelt viadalnak adott otthont a Haladás Sportkomplexum Tóth Gézáról elnevezett súlyemelőterme. Ezúttal a nyugat-magyarországi Tini országos bajnokságot rendezték Szombathelyen, melyen közel 10 egyesület 48 sportolója vett részt. A legnépesebb küldöttséggel természetesen a házigazda Haladás VS-e képviseltette magát. Itt vonulnak fel a legkisebb gyerekek, kölyök, fiú, leány, serdülő korcsoportban. Ezeknél a gyerekeknél még nem az számít, hogy milyen nagy vagy nehéz súlyt emelnek meg, hanem pontozásos rendszer van, milyen szépen hajtják végre a technikai elemeket. Illetve van még versenyszám helyből távolugrás és medicinlabdadobás. Ezeknek a gyakorlatoknak az összessége adja meg az összetett eredményt. Ebből kerülnek ki a kis korosztályos kis bajnokok. 11 versenyzőnk indul, hogyha minden igaz. Ebből arra lehet következtetni, hogy azért van utánpótlásunk, tehát a legkisebbektől kezdve, ugye a felnőtt versenyzőkig, akkor elég tág a paletta. Igen, mindig törekedtünk arra, hogy minden korcsoportban legyen utánpótlás nevelési versenyzőnk. Ez gyakorlatilag van is, szép számmal vannak, tehát törekszünk arra, hogy mindig legyen egy-egy olyan versenyző, akik képviseltetik a korosztályos országos bajnokságokon a szakosztályunkat. A legnagyobb érdeklődés Darabos Sára szereplését kísérte, ugyanis a Kisbéren begyűjtött serdülő magyar bajnoki címe után első alkalommal lépett hazai közönség elé. Így pedig mind a saját, mind pedig a hozzátartozói részéről nagy volt a várakozás. Hát először én sem hittem el igazából, hogy egy országos bajnok lettem, és anyuék is nagyon örültek otthon, és a barátaim is, mindenki. És igazából még most sem hiszem el, hogy ez így megtörtént, de most is nagyon örülök neki. Ebből adódóan milyen célok vannak, mert ha jól tudom, akkor egy Európa-bajnokság is esetleg ott lehet a célkeresztben a válogatottság. Mik a célok? Hát decemberben lesz egy Európa-bajnokság Izraelben, és hát az lehetséges, hogy valóra válik ez az álmom. És hát ezért küzdök, és igen, behívtak Tatára egy edzőtáborba a válogatott tag közé, és hát igen, nagyon örülök ennek is. Gondolom, annak is örülsz, hogy most itthon versenyezhetsz, elvére itt ki tudnak jönni az ismerősök, családtagok. Kik szurkolnak neked és Csepecsen mellékesen a mai napon, mit vársz saját magadtól? Anyukámék jöttek ki, és a barátaim, illetve kicsit távolabbi rokonok is. És hát 50-et szeretnék szakítani, ami már megvolt párszor, viszont versenyen ez a súly sosem jött ki, de most meg lesz, remélem. És 65-et szeretnék lökni, ami pedig 2 kilóra van az országos csúcstól, és már az sem távoli. Darabos Sára végül szakításban 46, míg lökésben 57 kilót teljesített, így összeredménye 103 kg lett, amivel meg is nyerte a serdülő lányok 59 kilós súlycsoportjának versengését. Ám rajta kívül is minden súlyemelő palánta győztesnek érezhette magát, aki részt vett a remek hangulatú versenyen.